Sok szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a hölgyeket, mert úrból annyira kevés van, hogy szerintem egyesével tudok köszönteni mindenkit. A távol maradó úrak nevében pedig elnézést kérek, mert szerintem ez egy nagyon támogatandó program, úgyhogy egy szégyen, hogy itt azért főleg hölgyek vannak, és a férfiak nem képviseltetik magukat. A KNTH-nak meg hagyj köszönjem meg, mert igaz, hogy előbb azt hallottam, hogy mi is támogatandó terület vagyunk, mi már kaptunk a KNTH-tól támogatást, úgyhogy egy CPAP lélegeztetőgépnek már sok gyermek köszönheti nálunk az életét. Nagyon szépen köszönjük. Én a Honvéd Kórház koraszülött intenzív osztályáról picéből jöttem. Felmerül az a kérdés, ugye, hogy ez valójában egy tényleg olyan súlyú probléma el, hogy egy ilyen nagyszabású fórumon kell ezzel foglalkozni, úgyhogy csak néhány számot hagy mondjak. Magyarországon minden évben körülbelül 8000 gyerek jön a világra idő előtt, tehát koraszülöttként, ez azt jelenti, hogy a 37. hét előtt, és ebből a 8000 gyerekből nagyjából 6000 gyerek az hármas szintű koraszülött intenzív osztályon, tehát olyan, ahol én dolgozom, kezdi el az életét, tehát azt gondolom, hogy igenis ez egy fontos darabszám, és a darabszámon kívül pedig ugye hát alapvetően gyerekekről beszélünk, tehát persze, hogy fontos. Ez a kérdőjel az arra utal, hogy vajon egy pici koraszülöttnek a fejében, amikor megszületik, akkor mi a legfontosabb kérdés? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az az, hogy hol vagy anya. És valójában ezeken az intenzív osztályokon ott vannak-e az anyukák. Erre mindenki tudja a választ. Mi is tudtuk erre a választ, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk saját erőből egy családbarát picet, ugye bababarát kórház van, családbarát pic, mint olyan Magyarországon nincs még, hogy próbálnánk egy ilyen brandet csinálni, és ezért teszünk meg mindent, hogy ez tényleg családbarát legyen. Nem azért kell családbarátnak lenni egy picnek, mert 97-es törvény óta tudjuk, hogy a gyermekek mellett anyukának, apukának ott van a helye. Még csak nem is azért, mert csatlakoztunk az ICS-hez, és ugye annak a kartájában le van írva, hogy ezeknek a gyermekeknek igenis kapcsolattartási joguk van, emberi méltósághoz való joguk, információkhoz való joguk, valamint hogy a felesleges beavatkozásokat velük kapcsolatban kerüljük el, hanem egyszerűen azért, mert ez marha jó. Nagyon jó így dolgozni, ezeknek a gyerekeknek nagyon jó, és az, hogy az anyukák is mosolyognak, ez meg külön jó. Azt gondolom, hogy jó egy ilyen osztályra belépni. Ez csak egy pár szám, hogy mégis el tudják helyezni, hogy a mi szakmánk a neonatológia, vagy az újszülött gyógyászat, ez hogyan fejlődött, tehát nyilván itt még lehetne 100 darab évszámot írni. 1953 óta, Virginia Apgar óta pontozzák gyakorlatilag ezeket a gyerekeket megszületés után. Ez azt mutatja meg, ugye nem csak oraszülötteket, hanem az összes újszülöttet, hogy milyen állapotban születnek. 1968 óta van egy olyan lélegeztetési technikánk, amit CPAP-nak hívnak, amit gyakorlatilag egy egész kicsit módosított formában a mai napig használunk, ez egy Gregory nevű úriember nevéhez kötődik. 1968 óta kapnak a édesanyák, már akinél fenyegető koraszülés van, egy olyan szteroid profilaxist, ami arra szolgál, hogy a babák minél jobb állapotban szülessenek. 72 óta ismert az a fajta lélegeztetési forma, amit HFO-nak hívnak. Ennek magyar vonatkozása is van egyébként. Kiszel professzor úr az Egyes Női Klinikáról volt, aki ennek a fejlesztésében részt vett. Sajnos a nevét ezzel kapcsolatban azért kevesen tudják a világban, Magyarországon is. 1975-től alakultak Magyarországon olyan koraszülött intenzív osztályok, mint amilyenben én is dolgozom. 1977 óta tudjuk azt, hogy a koffein az nem csak a felnőtteknek, hanem a koraszülötteknek is egy nagyon-nagyon jó gyógyszer. A légzés leállásban nagyon sokat tud segíteni, hogy az ne történjen meg. 1980 óta használunk olyan felületaktív anyagot, szőrfaktantot, illetve akkor még csak ilyen kísérleti fázisban volt, ami ahhoz kell, hogy a koraszülötteket tudjuk jól lélegeztetni. 1995 óta van Magyarországon is ilyen anyag, és hát 2013-ban hol állunk, azt megnézzük. Életben maradási esélyek, azok iszonyatosan szépen haladnak. 1980-ban az 1 kiló alatti babák közül Magyarországon minden ötödik maradt életben. A 2010-es adatok alapján már majdnem a kétharmaduk. Hát ez egy iszonyatosan nagy eredmény, mindenki örül, hip-hip hurrá, vége is lehetne az előadásnak. De valójában ez egy minőségi életben maradás, amiről beszélünk. Ezt remélem, hogy erre majd egy kis választ fogunk kapni.
Az 1500 g alatti babáknál ez az alsó világos kék vonal mutatja meg az ő túlélésüket, viszont azt látjuk, hogy ezzel szemben azért olyan iszonyatos nagy haladás nincsen az elmúlt 8-10 évben. 2005-ben is kicsit több mint 80%, 2012-ben pedig mondjuk nagyjából 85% maradt életben, ami nagyon-nagyon szép, de hát nyilvánvalóan ebbe azért lehet még javulni, és ha lehet, akkor miért ne javuljunk. Ez az, hogy nagyjából egyenes az a vonal, ez azt mutatja meg, hogy ezekkel a mondjuk hagyományos medicinális dolgokkal egyre kevesebb dolgot tudunk elérni, valószínűleg valami fajta teljesítő képesség határára odaértünk, ezért azt gondoltuk, hogy ide lehet, hogy másra is szükség van. Valószínűleg azért van másra is szükség, mert változtatni kell. És ahogy Darwin mondja, nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem aki a legfogékonyabb a változásokra. Ez nyilván igaz lehet a kis koraszülöttekre is, akiknek az a változás beáll az életükbe, hogy megszületnek, és nem 47-esen, hanem 24-hetesen kéne produkálni az életjelenségeket, de igaz lehet a neonatológiai osztályokon működő orvosokra is, hogy igenis szükség van változásra. Miért van szükség? Az embernek kell elemezni adatokat, például ilyen túlélési mutatókat, megbetegedési mutatókat, késői minőségi életmutatókat, béli tesztet, ilyeneket, és rájön arra, hogy hát azért ennél biztos, hogy lehetne jobb. Tehát megvan a változtatás szüksége, meghatározza magának a fejlődési lépcsőfokokat, hogy hogyan érdemes oda eljutni, kidolgozza erre egy oktatási programot, azt mondja, hogy na, akkor jöhet a változtatás, majd amikor jönnek az új adatok, akkor elkezdi azokat értékelni. És a legfontosabb az, hogy szemléletet vált. Megpróbálja a paternalista társadalmat leépíteni az orvostudományba, és egy meglehetősen mellérendeltet fölépíteni. Ezt mi úgy hívjuk, hogy ez, ami várunk. Ez a PIC ugye azt jelenti, hogy PIC az a koraszülött intenzív osztály, perinatális intenzív centrum. Mi úgy döntöttünk egy pár évvel ezelőtt, hogy együtt építünk egy várat, és ezt ilyen projektszerűen szépen építgetjük. Ennek a várnak vannak bástyái, vannak szép kupolái, és hamarosan lesznek gyönyörű díszei is. Nyilván az alapoktól nem szabad elrugaszkodni, tehát azokat a bizonyította jó módszereket, amiket a bizonyítékokon alapuló orvostudomány, az evidence-based medicine azt mondja, hogy az jó, azokat használni kell. Viszont az, hogy valamit 30 éve úgy csinálunk, és az jó, és azért most is így csinálni, e felett elment már az idő, jó? Tehát ezt a mai evidencia szintekben azt mondjuk, ez egy D-szintű evidencia, az, hogy valami, érte egy nagyon nagy professzor mondjuk, és 30 éve ezelőtt mondott valamit, ez nagyon-nagyon fontos, de ez egy D-szintű evidencia. Az, hogy pedig mondjuk 2000 gyereken megvizsgáltak valamit, és azt mondták, hogy az jó, és mondjuk multicentrikus sztadikat csinálnak erre, ez pedig alszintű evidencia is lehet. Tehát annak megfelelően kell működni. Mi ez alapján az elmúlt 3-4 évben a gyógyszereinknek a jelentős részét azt kikukáztuk. Nem adunk olyan gyógyszereket, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit is lehet ártalmas valamiért a gyereknek. Nagyon-nagyon pontosan adagoljuk ezeket, és tényleg minél kevesebbet adunk. Ez igaz a módszerekre is. Tehát, hogyha bebizonyosodik egy lélegeztetési módról, hogy az rosszabb, mint mondjuk például egy CPAP lélegeztetés, akkor azt nem szabad by default-ba használni. Tehát akkor CPAP-olni kell a gyerekeket. Ami még nagyon-nagyon fontos, amit meg lehet előzni, azt meg kell előzni, és nem kezelni kell. A megelőzésre egy-két nagyon kézenfekvő dolog van, mindenki tudja, hogy a koraszülötteknek több-kevesebb plusz oxigén igényük van, nem 21%-ot igényelnek, mint ami a levegőből, hanem többet, viszont ettől pedig nagyon sok babának, mondjuk ettől meg más körülményektől lehet nagyon súlyos szembetegség, akár meg is vakulhat, igyekezni kell levinni az oxigén szintet 21%-ra. Hogyha egy babának lélegeztetési igénye van, akkor azon kell gondolkozni, hogy vajon ez nem azért van-e, mert mondjuk sokat apnoézik, sok légzés kimaradása van, ilyenkor koffeint kell adni neki, ez is már megelőzés, tehát hogyha előre elkezdem adni, akkor nem fog ilyeneket csinálni. Az, hogy a készigén és protokollokat nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ebből, nem csak az adódik, hogy nem betegszenek meg a babák, hanem az, hogy sokkal kevesebb antibiotikumot kell használni, aminek pedig a gazdasági igazgató Majka Ulrike bőréből. Az pedig, hogy az anyatej az egyik legfontosabb megelőző anyag, azt pedig nagyon tudjuk, olyan komoly dolgokra van impaktja az anyatejnek például, hogy lesz-e egy kiló alatti babának nekje, ugye az egy súlyos bélelhalással járó betegség, azt tudom mondani, hogy ahol anyatejet használnak, ott a nek teljesen nyilván nem tűnik el, de minimálisra csökken a valószínűsége. Egyébként pedig az egy kiló alatti babáknak a halálozásában akár 30% szerepet is játszhat ez a betegség. Következő ilyen nagy bástya az az, hogy már az indulásnál nagyon-nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mire van igénye egy babának.
úgyhogy mi egy felkérés alapján másfél kiló alatti babáknak a szülőszobai ellátását azt standardizáltuk, és ezt oktattuk is az országban. A piceknek a nagy részében volt ez a program. Ez azért hívják zsiráf programnak, mert ez az inkubátor, amit itt látunk, ez résztvevője ennek a programnak, és ennek az a neve, hogy zsiráf. Itt pedig egy olyan kis babát látunk, aki éppen egy ilyen zsiráfból bújik ki, ugye miután az anyukájából már kibújt. Ami még nagyon-nagyon fontos, az megint csak a táplálás, ugye megint látjuk nagybetűkkel az anyatejet. Tényleg nagyon fontos az, hogy az első perctől, ugye nyilván nagyon precíz infúziós terveket állítunk be, de mi az elejétől egyből elkezdjük a korai táplálást. Ezt úgy hívják jelenleg, hogy korai progresszív enterális táplálásait mi csinálunk. Azért progresszív és nem agresszív, mert az agresszív az ugye azt jelenti, hogy ütjük, vágjuk őket, hát nyilván nem, a progresszív pedig azt jelenti, hogy meghatározott rendszer szerint haladunk a fölépítéssel. Ugye először egy ilyen kéményes módszerrel szondán keresztül kapják a tejcit, aztán nyilván, amikor ez föl van építve teljesen a táplálásuk, akkor először egy úgynevezett non-nutritív szopás jön, és aztán pedig megpróbáljuk őket ügyesen cicire szoktatni. Megint csak elmondom, hogy az anyatejnek iszonyatosan nagy hatása van. Az nem csak azért jó, mert olcsó, nem csak azért jó, mert egészséges, hanem egy csomó olyan dolgot megelőz, amiről most még nem is tudunk semmit. Tehát például az, hogy mondjuk egy koraszülöttnek a 2 éves vagy a 1,5 éves béli tesztjén ez plusz 8-10 MDI pontot jelenthet, hogy anyatejjel táplálták vagy nem. Akkor, hogyha valakinek egyébként 100 alatt lenne az MDI-je, és ezzel kerület 100 fölé, akkor ez egy olyan dolog, amivel mi a koraszülött osztályon tudunk foglalkozni. Tehát ennél korai intervenció, ugye a korai intervencióban ennél korai biztos, hogy nincs, illetve de egy van, az, hogy ne legyen ennyi koraszülött Magyarországon, de hát ez meg megint nehezebb ennél nyilván. Jó, ami még rettenetesen fontos, hogy az egész anyateljes dolog csak úgy megy, hogyha az édesanyákat beengedjük a koraszülött intenzív osztályra. Nem csak az édesanyákat, hanem az édesapákat is, jó, mert így lesz család a család. Anyuka nélkül nincs anyatej, ez egész biztos, és az pedig, hogy az anyu ott van, az nem csak azért fontos, amit az elején mondtam, hogy jó, mert mosolyog, és utána mindenkinek jobb érzése lesz, hanem azért, mert összeismerkedik azokkal a kórokozókkal, ami az intenzív osztályon van, és olyan anyatejet fog termelni, ami speciálisan az ő gyerekének nem csak tápanyag szükségletben, hanem ellenanyagban is tartalmazza azokat a dolgokat, ami neki, ami intenzív osztályos fertőző környezetünknek a leküzdéséhez szükséges. Következő nagyon fontos, erről már beszéltem, de ezt egy külön díja az a készhigiéne. Enélkül nincsen intenzív osztályos működés, jó? Tehát ezt én azt gondolom, hogy mindenkinek halálprecízen tudnia kell, hogy minden egyes beavatkozás előtt, minden másodpercben őnek éppen milyen készhigiénére van szüksége. Ez a rajz egyébként, ez a mi alapítványunknak a logója, és Simon András magyar grafikusnak az alkotása. Erről a módszerről Silbe a drága kolléganőm fog beszélni nekünk hosszasan. Én azt gondolom, hogy ez is bástya, de én ezt most a kupolára alkalmaztam, mert ez tényleg ez egy nagyon-nagyon szép. Ez nem csak azért szép, mert ott van az anyukának a mellkasán a baba, ezt majd el fogja mondani, hanem azért is, mert ennek iszonyatosan komoly, hosszú távú egészségügyi haszna van. Ezen a képen, amit látunk már az alsó, mert a felső mindenki fölismeri, az alsón az az, hogy ott van egy apuka, ott van egy anyuka, anyuka mellkasán ott van a pici baba, van ott egy monitor, van ott egy lélegeztetőgép, ott van Ábel, ott van Eszter, ott van a Réka nővérkénk, és ami itt nincs, az inkubátor, ami halál érdekes, de hát az inkubátor az éppen tönkre ment, és azt szervizelik egy 2-3 órát, és ez alatt pedig anyukát használjuk inkubátorként. A következő ilyen nagyon-nagyon fontos kupola, az a fejlődés támogató gondoskodás, Beától elnézést kérek, ezt most így fordítottam le, ennek developmental care az angol megfelelője, németül pedig nagyon szépen hangzik, azért mondom el, ez pedig Entwicklungsfördernde Pflege, gyönyörű szerintem. Ez a fejlődés támogató gondoskodás is kicsit nyakateker, de hát ez ezt jelenti. Ez az, amiről beszéltem az elején, hogy ez a legkoraibb gondoskodás, legkoraibb intervenció. Egyébként ennek része a kenguru is, de itt nagyon-nagyon fontos az az, hogy az ő idegrendszerüket, ugye mondjuk a 24-25-26. Héten érik olyan ingerek, amikre nem lenne szükségük. Nekünk meg kell próbálni imitálni amennyire lehet azt a nyugalmat és azt a barátságos környezetet, ami poszakon belül van, úgyhogy azt amivel lehet imitálni kell. Tehát nagyon-nagyon kevésszer nyúlunk hozzájuk. Igyekszünk olyan ápolási csomagokat összeállítani, hogyha lehet, akkor 2-3-4 órán belül ne kelljen feleslegesen oda menni, mondjuk egy pelenkát cserélni, ami mondjuk egy 26 hetes gyerek életében egy katasztrofális beavatkozás.
kapcsolás. Az is nagyon lényeges, ugye, hogy le kell kapcsolni a lámpákat, be kell takarni az inkubátorokat, védeni kell a fénytörőket. Ugyanígy az ajtól is iszonyatos hangzavar van, még egy jó inkubátorban is egyébként, úgyhogy ez mondjuk annyira nem könnyű. A non-invazivitás pedig azt jelenti, hogy olyan módszereket igyekszünk alkalmazni, ami kevésbé avatkozik be a babák integritásába. Értem ez alatt az, hogy nagyon-nagyon kevés ideig adunk infúziót, ezért is vagy korán elkezdjük a táplálásukat, valamint lélegeztetési módokból is olyat használunk, ami minél inkább csak a babának a légzését támogatja, és nem valójában lélegezteti. Ami nagyon-nagyon fontos még, ugye erről előttem beszélők is már sokat mondtak, a kommunikáció. Ez nyilván nagyon-nagyon fontos az, hogy az ellátók hogyan beszélnek a szülőkkel, milyen információkat adnak át, biztos, hogy a szülő szintjén el tudják-e azt mondani. Ugye hát a mi szakmánkban gyakorlatilag csak angol és latin szavak vannak, tehát nyilvánvalóan azért a szülővel ezt el kell tudni fogadtatni, mi az, amit éppen csinálunk a babával, és ettől mit várunk. Ez csak egy példaként elmondom, hogy amikor az emberre valaki ránéz, mert azt mondja neki, hogy az ön gyermekének mondjuk erre a betegségre az esélye 35%, és azt mondja, hogy ezt nem érti, akkor ezt el kell magyarázni. Az első kérdés az, hogy melyiket nem érti, 35-öt vagy a százalékot, és akkor hát sajnos azt mondom, hogy akkor azon a szinten kell. Tehát ezen nem nevetni kell, hanem nyilvánvalóan akkor azt kell mondani, hogy ez az ő szintje. Egyébként én jártam Németországban, Lübeckben, ott ez nagyon egyszerűen követik, mert ott van egy olyan ábra, ahol van ilyen pici babából rajzolva 100 darab, és akkor annyit satíros be, amennyi a százalék, és azt mondja, hogy ezeknek a babáknak van esélye, a többinek meg nincsen. A szakmák között is nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, konzultáció. Ugye mindenki nagyon büszke a szakmájára, ez egész Magyarországra igaz, hogy nem nagyon enged be oda mást, de azt gondolom, hogy ez a miénk, ez egy tipikusan olyan multidisziplináris működés, ahol igenis beszélgetni kell szülészekkel, szülőnőkkel, védőnőkkel, mindenkivel. Egyébként nem lesz annyira sikeres az egész csapatmunka. Ezek a kezek azt szimbolizálják, hogy nálunk a vizit is úgy zajlik, hogy nem mint régen az egyetem alatt mindenki emlékszik rá, hogy ment végig a professzorok mögött az egész csapat, és mondjuk én mindig, amikor végén voltam, hát én az égvilágon semmit nem hallottam az egészből, mondjuk ezért nem lettem például pszichiáter, mert soha nem hallottam egyáltalán semmit a sor végén. Mi körbeülünk, és a körbe ott van benne mindenki, védőnők, nővérkék, olyan orvosok, akik éppen nálunk tanulnak, és hogyha véletlen az anyuka is ott van, akkor nem küldjük ki az anyukát. Csapatmunka. Én azt gondolom, hogy talán ez a legeslegfontosabb kupola. Mi ezt a fajta csapatmunkát, ahol ugye én lennék ott a nagy főorvos, ezt mi azt mondtuk, hogy ez így biztos, hogy nem jó. Jó, ez egy nagyon kis pici csapat, hát ennek is semmifajta esélye nincsen. Mi azt gondoljuk, hogy így egy nagy csapatban kell dolgozni, ahol benne van az anyuka is, benne van az apuka is, az összes ellátó, és ezt azzal a példával szoktam mindig jellemezni, ugye, hogyha anyát, apát kihagyjuk ebből a csapatból, nem csak azért, mert 97 miatt ugye mondjuk az egészségügyi törvény óta muszáj benne lennie, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy például VB-t biztos, hogy nem lehet nyerni 9 játékossal, ahhoz 11 kell, jó? Tehát a 90 szaladnak ki a pályára, bármilyen jók, azok nem peti, azok nem fognak VB-t nyerni soha. És én azt gondolom, hogy ebben a csapatban pedig mindenképpen a baba a főnök. Jó, a főorvos, aki én vagyok, az mondjuk egy ilyen kicsit ilyen menedzser vagy coach, egy kicsit tanítgatja a többieket, és mondjuk próbál pénzt tarhálni KNH-tól meg innen-onnan. Jó, amikor hazaadjuk ezeket a babákat, akkor nincsen vége a mi ténykedésünknek. Ugye mondtam az elején, hogy fontos, és nem csak minket érdekel, hanem a szülőket is az érdekli, hogy azért ez egy milyen minőségű élet lesz, amit mondjuk egy 24 hétre 500 grammal született babára vár. És ezt pedig akkor tudjuk megmondani, hogy az utógondozását is végigcsináljuk. Az az igazi értékelés a pices munkának. Tehát vannak ebből ugye számszerűsített dolgok, mondjuk másfél, kettő, három évesen megnézzük a Bailey tesztjét, vannak más tesztek is, Brunelezén, meg ilyenek, és azok alapján dől el szép lassan az, hogy azért mégiscsak ez egy milyen jellegű fejlődés lesz, és amit elmondtam az elején, ez a developmental care. Az a nagyon-nagyon érdekes, hogy leginkább mondjuk például a másfél éves Bailey-re a legnagyobb hatással az van, hogy ennek a gyereknek volt-e ilyen developmental care-je, az megszületés követően vagy nem. Nem az, hogy géppel lélegeztették vagy szipapolták, vagy pedig az, hogy mondjuk lett-e BPD-je vagy nem. Sőt, még az se biztos, hogy mondjuk lett-e egy pici agyvérzése vagy nem. Tehát ennek sokkal kisebb hatása van erre, mint az, hogy tényleg beengedték-e a szülőt, fészekben volt-e a baba, le volt-e kapcsolva a villany. Jó, ezek halál érdekes dolgok, és azt gondolom, hogy ez mind-mind ingyen van. Jó, tehát az, hogy lekapcsoljuk a lámpát, az még olcsóbb is. Be lehet takarni az inkubátort nagyon fancy igazi takarókkal, de be lehet takarni bármilyen takaróval is, ami éppen kéznél van. Az meg, hogy az anyukát beengedjük, az pedig egy döntés. Jó?
Mindenképpen, amikor utógondozzuk ezeket a babákat, vagy akár fejlesztjük őket, akkor az egész családot kell nézni ott is. Mi mindig ragaszkodunk ahhoz, hogyha lehet, akkor édesapa és édesanyja is jöjjön. Nyilván ebbe a társadalomba, ugye azért nehéz már másfél éves gyereknél elvárni, hogy mindenki jöjjön, de az elején tényleg így jönnek, hogy apuka, anyuka együtt. Csenge és Ádám, őket csak azért mutattam be, mert én ezt a Ritának, az anyukájuknak megígértem, hogy minden előadás, amit én csinálok, azon ők rajta lesznek. Ezt most már 6 vagy 7 éves, most már 7 évesek, ezt most írtam át. Ezt azóta ez minden előadáson így van. Ők tényleg 24 hetesek voltak, tehát nem csoda, nem ámítás. Ez egy lombik terhesség volt, ahol tényleg 24 plusz 0, tehát aznap töltötték a 24. hetet, amikor megszülettek. Most már mondom 7 évesek, és hát igazából most már egy verseny van csak közöttük, hogy melyik az okosabb. Hát mert szépnek, meg mind a kettő szép, azt látjuk. Ez a fajta építkezés, amit csinálunk, ugye amit mondtam, hogy várat építünk, ez nyilvánvalóan nem áll meg soha, egyfolytában folytatódik. Ebben mindenfajta új és érdekes területet vélünk felfedezni, például van egy olyan NeedCare program, ami hát nem biztos, hogy teljes egészében átfedhető, de ezt úgy lehet leginkább jellemezni, ugye, hogyha vannak valami fajta standardek, az egy kicsikét olyan, mint hogyha az ember bemegy egy étterembe, és ott mondjuk egy ebéd menüt kérne. Ez a fajta gondozás, ez meg egy kicsikét ilyen étlapszerű. Tehát, hogyha à la carte-ról választana az ember, egy egyénre szabott fejlődési gondozás és értékelés jelent, ebben is igyekszünk picit elmélyedni. És egyébként a koraszülötteknek az értékelés, amikor hazaadjuk őket, és ezt megkonzultáljuk a szülőkkel, ad abszurdum az otthoni házi gyerekorvossal is, ebben pedig rettenetesen nagy segítségünkre van a Varga Kata is, meg az Zach Bukidis, aki egy kanadai professzor, aki sokat segít nekünk, és végül is a cél ebben az egészben az, hogy olyan kompetens szülőket képezzünk, akik amikor hazaviszik a gyereküket, akkor tényleg ismerik. Ezért is érdemes beengedni őket, mert nem egy ismeretlen vadidegen gyereket visznek haza, aki megszületett 600 g-mal, hazamegy 2 kilóval, hanem a picces tartózkodás alatt összeismerkednek a gyermekkel. És amikor hazamennek, akkor nem csak azt tudják, hogy a monitornak mennyit kell mutatni, hanem minden egyes rezdülését figyelik ennek a gyermeknek, és jól értékelik. Erre a kérdésre pedig, amit az elején föltettem, hogy hol vagy anya, hát nyilvánvalóan az lenne a legjobb, hogyha minden anyuka azt tudná mondani, hogy itt vagyok édesem, és itt van apa is. Köszönjük szépen! Vagyok hajlandó beleszólni a tapsba. Azt hiszem, hogy igencsak megérdemelt. Van-e valakinek kérdése, amit most gyorsan meg fel lehet tenni, és meg lehet válaszolni, vagy emésztjük még magunkban ezeket a gondolatokat? Nem lehet hallani sajnos a felvételen, ami nincs benne a mikrofonban. Kérdésem van, hogy ez megint egy annyira evidens dolog, és miért van az, hogy ez nem olyan elterjedt, amennyire lennie kellene, és mit lehetne azért csinálni, hogy a szakemberek egy része, aki a szülőket első számú közellenségnek tekinti, aki zavar az osztályon, ezt a szemléletet erre kicserélnénk, hogy mit tudunk mi itt tenni együtt, hogy ez megváltozzon szemléletileg, és mit tud tenni valaki, aki ezt ilyen sikeresen csinálja, erre volnék kíváncsi. Nagyon köszönöm a kérdést. Igazából azt mondom, hogy nyilván azért egy csomó szerencsés véletlen közrejátszott abban ám annak, hogy ezt mi így ki tudtuk alakítani. Tehát tényleg én nekem nagyon-nagyon jó beosztottaim vannak, nővérkék, orvosok. Egy meglehetősen szerencsés környezetben is vagyunk, ami mondjuk 7 évvel ezelőtt csinálták meg, amikor a szült intenzív osztályunkat, akkor szépen felszerelték, azóta még nem vettek egy gombot se, tehát azóta minden, amit mi szereztünk, az alapítványból, KNH-tól innen-onnan volt. De én azt gondolom, hogy ez a fajta, amit kérdezel, tehát ez a fajta szemléletváltás, tehát erre azért hát két dolog van, ugye, hogy vagy az ember rájön, vagy rá kell jönnie. Én szerintem egyszerűbb és kevésbé fájdalmas az, hogyha rájön erre, hogy ezt meg kell tennie.
rá kell jönnie, ezt meg nem tudom. Tehát ez nagyon nehéz ugye erre bármifajta kényszert alkalmazni. Én ezt a mi osztályunkon is úgy kezdtük el egyébként bevezetni, hogy először ezt kezdtem el szajkózni, hogy hát miért küldjük el az anyut? Hát 97 óta tudjuk, és most már mondjuk 2050, tehát miért küldjük ki? Tehát csak azért, mert mondjuk eddig kiküldtük az elmúlt 15 évben, ez nem biztos, hogy jó. Utána elkezdtem magyarázni, hogy miért jó az, hogyha itt van. Tehát az összes dolog, amit itt elmondtam, az nyilván szép lassan alakult ki, hogy ez nem csak egy ilyen must have dolog, tehát hogy muszáj benne lenni az anyunak, hanem ha már ott van, akkor használjuk ki azt, hogy ott van. Az pedig, hogy ezt mondjuk mások miért nem ismerik föl, én azt gondolom, hogy egyre többen fölismerik egyébként, jó, tehát azért igenis vannak rajtunk kívül is nagyon-nagyon jó gyakorlatok Magyarországon, jó, tehát ezt tényleg itt szögezem, és direkt nem akarok mondani senkit, mert akkor azt fogják gondolni, hogy na ott jó, összes többi nem jó, jó, de igenis vannak nagyon jó gyakorlatok. Az az érdekes egyébként, hogy a környező országokban, és most tényleg nem azt mondom, hogy környező országnak tekintem Svédországot és Japánt, de mondjuk Szlovákiában és Csehországban is már meglehetősen ilyen nyugat-európai szagú koraszülött ellátás van, ha nem is mindig pénzben és eszközökben, de legalább hozzáállásban igen. Nehéz. Lehet ilyeneket mondani, hogy amiket szoktunk mondani, hogy kicsi a hely ahhoz, hogy beengedjük anyut. Tehát ilyeneket lehet mondani. Nagyon kicsi hely elég ahhoz, hogy beengedjük anyut. Tényleg két inkubátor közé is be lehet ülni. Én egyébként voltunk a Beával pont Bécsben, az Allgemeines Krankenhausban, ami egy tök jól működő kórház, és ott is a koraszült intenzív osztályon nagyon kicsi hely volt. Tehát a két inkubátor közé be lehetett tenni egy olyan kényelmes széket, ami nagyon odaült, de ennek ellenére senkiben nem merült föl, hogy azért küldjük ki anyut, mert pici a hely. Tehát mondom, egy kicsit inkább az kell szerintem, hogy az ember nagy levegőt vesz, körülnéz a világba az, hogy milyen jó gyakorlatok vannak, és igyekszik követni, mint hogy az, hogy bárhogy is ezt rákényszeríteni. Nehéz. Jó, és hát nagyon sok koraszült intenzív osztály van Magyarország, ugye 3-as szintűből van 21, tehát tényleg arra valami fajta rálátás gyakorolni, hogy a 21-ből mindegyiknek milyen problémái van ezzel, és miért nem, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz probléma. De én azt gondolom, hogy tényleg én annak vagyok a híve, hogy nem szídni kell, meg bántani, hogy miért nem, hanem inkább ezeket a pozitív dolgokat bemutatni, lelkesíteni egy kicsit, hogy tényleg más is lássa, hogy ez jó. Tehát tényleg jó így dolgozni. Tehát az, hogy mondjuk a mi osztályunkra néha irigyek azért, hogy milyen mondjuk beosztottak dolgoznak nálunk, hát én azt mondom, hogy nálunk azért kettő olyan lány is dolgozik, aki hazajött Londonból, és nálunk dolgozik. Mert azt mondta, hogy velünk akar dolgozni. Tehát akkor másnak is azt kell mondani, hogy gyerekek, ez tök jó, hát próbáljunk meg így dolgozni, és akkor hát hazajönnek. Köszönjük.